Sziasztok, sziasztok! Nevem Gábor László, és kint vagyok a kiállításon, a Computex-en, ahol egy MSI gaming notebookot találtam, aminek nem csak egy szép dizájna van, mert vékony és könnyű, hanem végre egy vékony széle és egy 15,6 inches notebooknak, és mégis 144 Hz-es a kijelző, tehát extrém gyors, és itt látjátok, hogy sok színben is tudjuk egyenként mindegyik betűt itt a billentyűzetnek majd programozni, és hogy milyen színű legyen. De erről majd mindjárt többet nézzük meg először kívülről, mert egy gaming notebooknak sok csatlakozó is kell, mint például egy killer switches hálózati csatlakozó, USB 3.2-szer felirató, mikrofon egyben, szép fémház, amúgy SteelSeries-re dolgozik, még mindig együtt az MSI. Előről látjátok, itt nem találunk semmit, máshol kihúzom röviden az áramból, és úgy láthatjuk, hogy itt persze még további USB-C Thunderbolt 3-mal, tehát külső grafikus kártyát is át tudunk dongni, de nem is kell. Akkor van DisplayPortunk, HDMI-nk, és itt volt az áramemenetünk. Szép, messze hátra tudjuk hajtani a kijelzőt, én ezt nagyon szeretem, hogyha ülemben akarnám használni, meg magammal vinni. És kívülről szép arany MSI gamer logót láthatunk, szép fémház mindenhol, nagyon vékony profillal, de mégis nagyon jó ventilátorokkal, mindjárt megmutatom, hogy milyen három ventilátor van benne. És alul persze sok helyen szívja be majd a levegőt, és egy GeForce GTX 1070 Max Q van benne, vagy egy 1060 Max Q nélkül. Nézzük meg belülről a billentyűzetet, ahogy láthatjuk, most éppen kínai billentyűzet világít most nekünk, de persze majd Európában európai lesz, jó nagy a trackpadünk, tényleg kimaximalizálva használták itt az egész helyet, de ami bele van építve, és még high-res audiót is találunk benne, és több mint 8 óra aksi, ami egy eléggé jó érték, persze nem gaming közben lesz annyi, hanem majd csak office felhasználatban. És ami még nagyon fontos szerintem, hogy a webkamera a tetején talált helyet, itt fent, és nem ide alulra való a sarokba rakták, mondjuk ezt a részt egy kicsit kisebbre csinálták volna, de így félbe a 15,6 inches képernyő úgy, hogy van azért elég helyünk billentyűzete meg egérre is. Ami még nekem nagyon tetszik, hogy szép könnyű az egész, olyan 1,8 kg körül van, 1,88, hogy pontosak legyünk, és amúgy egy IPS kijelzőt találunk, amire röviden itt meg is nézhetjük, hogy szép gyorsan reagál tényleg mindenre, SSD-vel, hard drive-val, mindennel, ahogy szeretnénk, és mindjárt megnézzük még a technikai adatokat is. Ahogy láthatjuk, hogy most éppen 32 giga RAM-unk van benne, és egy 8750H-s Intel Core i7 processzor. Ami egy eléggé extrém érték, hogy engem kérdeztek. És akkor még egyszer látjátok, így működik a házban belül a rendszer, hogy persze szép hideg maradjon ahhoz képest, hogy egy elég erős grafikus kártya van benne, meg Intel processzor is. Tehát ennyi is volt a bemutatója itt az új MSI gamer notebooknak, méghozzá GS65 Stealth Thin-nek hívják. Legközelebb ne fessék feliratkozni, itt a Computex 2018-ról ez volt, még egyszer az MSI standnál egy új gaming notebook. Sziasztok, ez volt a Tech Video. Thank you.